Három hónapja 40 év dohányzás után letettem a cigit. A következő napokban jól éreztem magam, semmi elváltozást nem éreztem. Néhány nap után kezdődtek a rosszul létek. Szédülés, szorongás, rossz volt a közérzetem. Belgyógyászhoz mentem, ahol a második kontroll után is rossz volt az EKG. Ritmus csökkentőt és nyugtatót szedek, de az állapotom még tovább romlott. Most már szinte állandóan sírok, halálgondolataim vannak, remegek, nem tudok megnyugodni. Mi ez? A nikotin elvonás következménye lett a depresszió. Mit tegyek? Nem akarok visszaszokni, de szeretnék újra mosolyogni. Lehet, hogy a három hónap még kevés volt a mellékhatás megszűnéséhez. Meg tudok gyógyulni? Hát, hogyha hisz benne, akkor igen. De lehetséges, hogy az életében lehet, hogy valami más is kialakult. Az is lehetséges, hogy a cigivel valójában a feszültséget levezette, és most mivel megszűnt ez az eszköz, akár a mozdulat, vagy a nikotin, vagy bármi, tehát most igazából felhalmozódnak a feszültségek, amelyeket nem tanult meg megbeszélni, kibeszélni önmagából. Lehetséges, hogy ezáltal félelemből tette le a cigit? Megijedt valamitől? Mert akkor sajnos ez nem lesz stabil. Mert általában, hogyha ijegységből teszek valamit, akkor az nem tartós. A jó döntéshez mindig egy nyugodt, higgadt állapot szükséges. Elment már pszichológushoz? Nem belgyógyászhoz. Pszichológushoz. Aki esetleg rávezetné önt arra, hogy mi lehet a baja. Nikotin elvonás következménye a depresszió? Nem. Mert van a depresszív állapot, ami egy reakció a szervezet, az elme, a lélek részéről. Tehát az egy lelki állapot. És hogyha annak van oka, akkor csak reagálás. A valódi depressziónak soha nincsen oka. Elmennék egy pszichológushoz. Nem gondolt még rá? Mert nyugtatót, hogyha szed, olyan villámgyorsan rá fog szokni, mint a cigire. Mert ez egy függő személyiség. Megteheti. Majd egyre inkább fogja tornászni a nyugtatókat felfele. Biztos jó lesz majd legális szerek drogosának lenni. Miért nem néz szembe az elfolytásaival? Meg a hazugságaival, meg mindazzal, ami elől menekül.